Sziasztok! Most egy Ikerláng út állomását nézzük meg, hogy hol tartanak az útjukon azok az Ikerlángok, akiknek itt lesz most az energiája. Kezdjünk is hozzá, mint láthatjátok, itt van az Ikerláng pár, ő a női és ő a férfi pár. Az energiák fölcserélődhetnek, de az Ikerlángoknál csak egy férfi és csak egy nő lehetséges, mert ők ezeket a minőségeket akarják megtanulni, amikor megérkeznek erre az életre. Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy mit lehet tudni ennek az Ikerláng párnak a kapcsolatáról, hogy áll jelenleg ez a kapcsolat az Ikerláng, ennél az Ikerláng párnál, mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról, hogyan áll ez jelenleg, kettőt kérnék szépen a női részről, a kapcsolatra vonatkozóan. És kettőt a férfi részéről. A női részről kijött a vágyakozás és az ellenség. Ebből nekem az jön, hogy ő benne nagyon ellentmondásosak a vágyak. Vágyik nagyon a társára, de van valami, ami őt akadályozza abban, hogy ezt a vágyát bemerje magának vallani. És rákérdezünk erre az ellenségre, hogy ki ez az ellenség, bár nekem az jön, hogy ő neki a saját belső démonjaival kell itten megküzdenie. Persze lehet, hogy valamilyen környezeti, de mindjárt megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg bővebbet itt a női részről, az ellenségről. Valami plusz információt kérnék szépen. Hogy mi ez az ellenség itt a női félnél, és a vágyakozásra is kérek még plusz információt. Az ellenségre kijött a levél és a gondolat, a vágyakozásra pedig a hamisság és a szerencse. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy az, hogy ő nem engedi meg magának ezeket a vágyakat, ez abból ered, hogy nagyon sokat gondolkodik azon, hogy mit beszéltek, amikor, vagy mit szoktak beszélni, vagy mi az a, vagy ahogyan a kommunikáció zajlik az ő Ikerláng párjával, hogy ez őt valahogy hát zavarja. Tehát ez ő benne valamilyen gátat képez, és valahogyan ilyen érdekes érzés ez a hamisság és a szerencsére, hogy olyan, most itt azt érzem, hogy itt a női fél az, aki valamivel becsapja magát. Vagy szerencsés azért, hogy nincsenek együtt, vagy szerencsés azért, hogy így most így áll a helyzet. Tehát, hogy most az ő részéről érzem ezt, hogy beijedt. Igen, ezt érzem, hogy beijedt. Hogy nem tudja, hogy mit csináljon. Nagyon érdekes most ez az érzés az ő részéről, ami átjön. És a férfi részéről pedig a remény és a lelkész jött ki. Hát ő mérhetetlenül reménykedik, nagyon egészen mély lelkéből reménykedik valamiben, de megkérdezzük, hogy mi ez a remény itt, mi az, amiben ez a férfi Ikerláng pár tagja
férfi tagja, ő miben reménykedik? Mi az, amiben ő itt reménykedik? Mi az, amiben ő itt reménykedik? És a lelkészre is kérek. Hát, amiben ő reménykedik, arra kijött az ajándék, az örvendezés és a váratlan öröm. Hát abban reménykedik, hogy hirtelen minden jóra fordul, hogy visszakapja azt, amit a múltban már tapasztalt, az örömöket, a szépet, a jót, a csodát, amit ő megélt, és ez teljes szívéből, teljes lelkéből benne van ez a remény. A lelkészre viszont kijött az utazás, a veszteség, a féltékenység, a halál és a szomorúság, és ez ebből ennek a másiknak a folytatása, csak a negatív oldal jött oda ki, tehát hogy abban reménykedik még, azon kívül, hogy visszakapja az ő csodáit, hogy a szomorúság eltűnik, a félelmek, a veszteség érzés, azok mind eltűnnek. Tehát megkapja a jókat is, és eltűnik az összes negatív érzés, ami benne van. A félelmek tényleg, tehát a hiányérzet, a szomorúság is, akkor ezek mind megszűnnek. Ezt most így látszik a férfi részéről. Jó. Megnézzük, hogy hogyan éreznek, vagy hogyan gondolkodnak ők a másikról, az ikerlánk párjukról, hogyan gondolkodnak ők egymásról. Szándékosan fordítottam meg, nem a szokásos férfinő, hanem a nőférfi, pontosan ezért, hogy lássuk, hogy milyen felállás jön így elő. És érdekes, ha nézzük a mécsest, egyszerre gyújtottam be őket, ugyanúgy a friss gyertyával, és az egyik az olyan nagyon aléltan van a férfi oldalán, az olyan éppen, hogy pislog, és a női az azért jó erősen pislog csak, vagy világít, vagy ég, de tehát, mint az előbb is, ami kijött a lapokban, tehát nagyon érdekes, csak a nő mondjuk kicsit kis hitű, a férfi az pedig azt hiszem, hogy nagyon sok mindennel küzd. Na lássuk, mit gondol a nő az ő férfi párjáról? Mit gondol ez a nő, Ikelláng, az ő férfi párjáról? És ismét kettőt kérek rá. És mit gondol a férfi a női Ikerláng párjáról? A nőnél kijött ismét az ellenség és az özvegy férfi. Hát azt gondolja, hogy itt az ő férfi párja az nagyon magányos, nagyon magába fordult, és nagyon sok tényező akadályozza őt. És itt megint azt érzem, itt az ellenség lapjáról, hogy a férfinak nem csak külső akadályok állják az útját, hanem az ő saját hitrendszerei, a saját világa, a saját önszabotáló gondolatai talán. De rákérdezünk, hogy mit gondol a gondolataiban, a női Ikerláng pár gondolataiban, az ellenségről mit tudhatunk meg bővebbet. Uh,
Ez ugrott ki, repült, de azért még egyet húzok. És az özvegy férfire is kérnék valami bővebbet. Hát, az ellenségre kijött a kevés pénz, és ugye kiugrott vele együtt a szerelem, és a gondolat. Azt gondolja itt a női fél, hogy nem szereti eléggé ez a férfi, csak gondolkodik. Mert ha, és akkor mondom tovább, mert ha szeretné, akkor nem csak gondolkodna, hanem mást is tenne. És az özvegy férfire pedig kijött az örvendezés és a hűség, ez pedig azt jelzi itt a női fél gondolatában, hogy a férfi csak ilyen alkalmi jelleggel, úgy tűnik már elég régóta ilyen alkalmi jelleggel szeretne vele találkozni. Egyes esetekben ugye lehetséges, hogy itt hármas kapcsolódásról, vagy négyesről van szó, de hogy azt gondolja a női fél, hogy itt csak ilyen távkapcsolatról lehet szó, a férfiról ezt gondolja. És kijött a férfinál ugyanúgy az özvegyasszony és a gyermek. Tehát ők mind a ketten azt gondolják egymásról, hogy nagyon magányosak egymás nélkül. Viszont a férfinál az is kijött, hogy úgy gondolja, hogy a nő egy új kapcsolatba kezdett. Hogy valami új irányt vett a nőnek az élete. Lehetséges egyes esetekben az, hogy, és az ikellán kapcsolódásnál nem ritka, hogy a női fél az idősebb valamennyivel, mint a férfi. Itt is utal rá a gondolatok lapja, hogy ott a férfi a fiatalabb, és itt a férfi gondolatainál az özvegyasszony is arra utal, hogy a nő az idősebb, úgyhogy lehetséges, hogy ennek, akik nézik, azok közül nagyon sokuknál ez lehetséges, de lássuk, hogy mit tudhatunk meg bővebbet itt az özvegyasszonyról, milyen plusz információt kaphatunk még az özvegyasszonyról. Mit gondol a férfi erről, vagy róla? És a gyermekről? Az özvegyasszonyra kijött a katonatiszt, a veszteség és az ajándék. Tulajdonképpen ez, amit az előbb mondtam. Tehát, hogy azt gondolja a férfi, hogy a távolság miatt, ami köztük van, amiatt ő elvesztette az ő kincsét, az ő drágaságát, az ő értékét, a legnagyobb értékét, amit ő el tud így képzelni. És a gyermekre pedig kijött a váratlan öröm és az üzenet. Hát ő azt gondolja, hogy valaki hirtelen beérkezik a női párjának az életébe, mindenképpen olyan valakivel, akivel beszélget, és valahogy így érzem ebbe a féltékenységet, így most nem jött ki alap, de itt az érzés szintjén nagyon bennem van az az érzés most, hogy ő sóvárogva gondol, vagy érzi azt, hogy ő nem vele, hanem a másikkal beszélget. Valahogy ezt érzem most, hogy ilyen félelmek, vagy ilyen irigység jellegű van benne. Jó, hát akkor megnézzük azt, hogy mit éreznek ők egymás iránt, hogy éreznek egymás iránt. Ugye az előbb látszott, hogy a női fél azt gondolja, hogy a férfi az nem szereti őt eléggé, mert csak gondolkodik, és nem teszi, amit tenni kéne, csak gondolataiban van elmerülve,
És ebből ő ezt a következtetést vonta le, hogy nem szereti eléggé. De lássuk, hogy mit érez a Ikellánk pár női tagja a férfi iránt. Kettőt kérek erre is, mit érez a Ikellánk pár női tagja a férfi iránt. Mit érez iránta? És a férfi a nő iránt mit érez? A nőnél kijött az özvegy férfi és az ajándék. Az előbb ugye a férfinál volt a magyarázatban az ajándék, ő nála jött ki a gondolatoknál az, hogy ő számára ez a nő, ez egy tényleg egy kincs, tényleg egy ajándék, és itt most az érzelmeknél, a nőnél jött ki ugyanez, hogy ő nagyon magányosnak érzi magát nélküle, azért, mert a férfi hátat fordított neki, úgy tűnik, hogy külön vannak ők most, mert már többször is kijött. De az ajándékkal itt a nő is azt érzi, hogy ez egy rendkívüli értékes ez a kapcsolat, és ez az érzés, amit ő érez ez iránt, a férfi iránt. És akkor kérnék szépen valami bővebbet így az özvegy férfiről, hogy mi az, az érzéseknél, mit jelent itt, miért van itt ez az özvegy férfi. És az ajándékra is kérnék. Az özvegy férfire kijött az állandóság és a lelkész, és olyan, mintha a nő azt gondolná, hogy ez a távolság, illetve ez, ahogyan így magányosan élik meg az életüket, ez valamilyen égi elrendeltetés, így a lelkész és az állandósággal, tehát, hogy ez egy lelki próbatétel az ő számukra. És az ajándékra kijött a házasság és a katonatiszt, és itt arra gondolok én, vagyis azt érzékelem, hogy itt a távolsággal a kapcsolatuknak a... És ez megint ez a próbatételhez kapcsolódik. Tehát, hogy ennek a kapcsolatnak a tartóságát tesztelik, úgymond. Tehát ő neki az érzéseiben úgy van benne, hogy nagyon magányos a párja nélkül, viszont nagyon értékes ez a kapcsolat, és ő meg van győződve róla, hogy ez most tesztelés alatt áll. És akkor ez így nagyon passzol, ami az elsőnél kijött, vagy ott az első kérdésnél, hogy hogyan látja ő ezt a kapcsolatot. És ott ugye kijött ez a vágy és almisság, hogy ő nem meri beleengedni magát, pontosan emiatt, hogy ő most tesztelés alatt van, és nem tudja, hogy mi az, amivel jót tesz. Tehát és ez már az agyalás. Tehát amikor ő ezt így végig gondolja, hogy most mi lenne vagy a helyes magatartás, akkor itt már agyal, és nem érzésből, és nem lélekből cselekszik. És az már nem a jó irány, a jó út. Na viszont a férfi érzéseinél kijött a hűség és a házlapja. Hát az ő érzései azok stabilak, kitartó, hűséges, nagyon-nagyon is elkötelezett emellett, a kapcsolat mellett, még akkor is, hogyha ez nem annyira látszik. De rákérdezünk, hogy milyen plusz információt kaphatunk még a hűségre. Még szeretnék jönni. És a házra is kérek még.
Kijött a hűségre a bosszúság és a gyermek. Hát én úgy gondolom, hogy ez a férfi bosszankodik, hogy így alakulnak a dolgok. Bosszankodik amiatt, hogy egy új kezdet akadályozva van, mert ugye a házra is kértem, és ott egyértelműen látszik, hogy a szerencsétlenség, az utazás, a gondolat, a kevés pénz, a veszteség és a vágyakozás jött ki. És az látszik egyértelműen, hogy nagyon sokat gondolkodik rajta, hogy hiányolja a kapcsolatot a női párjával. Valószínűleg csak az éppen elégséges mértékű kapcsolódás van most jelenleg köztük, de nagyon vágyik arra, hogy legyen több, hogy induljon valami újra, viszont ettől pedig ő érzi magát rosszul, mert hogy ezzel nem tud mit kezdeni. Tehát amíg a női fél érzi, hogy itt azért sokkal nagyobb és sokkal mélyebb dolgok vannak, a férfi csak a felszíni vágyakat éli meg, vagy illetve azokat az érzéseket éli át, de ez is zavarja őt, hogy miért így van. Hát azért zavarja, mert nem tudja, hogy ez nem csak felszín ez, hanem ez egy mélység. És nézzétek meg a mécseseket, továbbra is így van, hogy a férfi az csak pislákol, a nő az szépen kitartóan ég. Tehát, hogy hát ez nagyon érdekes. Pedig amikor bejutottam, pont fordítva volt. A másik az jobban égett. Na mindegy. Szóval megnézzük azt, hogy lesz-e változás a következő egy-két hétben. Fog-e valami történni, változik-e a kapcsolat minősége, jellege valamilyen módon, valamilyen mértékben. Szóval az a kérdés akkor, hogy a következő egy-két hétben ez az ikerlánk pár női, vagyis ikerlánk párnak a kapcsolata hogyan alakul, és kettőt kérnék szépen a nő részéről. És kettőt a férfi részéről. A nő részéről kijött a levél és az állandóság, és most az jön ebből nekem, hogy valami kommunikáció, valamilyen stabil kommunikáció fog kialakulni, de nem azt érzem, hogy a férfival, hanem sokkal inkább az égiekkel. Sokkal inkább azt gondolom, hogy ő valamilyen olyan tudatszint emelkedésbe kerül, vagy olyan módon, olyan átalakulás várható nála, amivel ő, neki az intuíciói, a belső égnyével való kommunikáció, az megváltozik, könnyebbé válik, és állandó jellegű lesz. Tehát, hogy így folyamatosan tud a felettesényével kommunikálni. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a levél, milyen plusz információt kaphatunk róla. És az állandóságra is kérnék egyet. Kettőt, inkább. Hát, a levélre kijött az üzenet és a gyermek, mint ahogy mondtam, hogy itt úgy tűnik, hogy valami új szintre lép itt a kommunikáció, tehát megváltozik a minősége, és az állandóságnál kijött a gondolat,
A találkozás és a vágy, tehát itt a női fél is nagyon szeretne találkozni, nagyon itt megint a vágy jött ki. Tehát ahogy az első, a jelenlegi kapcsolatminőségnél is a vágy jött ki, pont ugyanezen a helyen is, most is ott van. Tehát a következő időszakban is ott van, hogy nagyon vágyik arra, hogy lássa, hogy találkozzon a férfi párjával. Akinél viszont a veszteség jött ki, és a halál. És ez olyan, mint hogyha a férfiban ez a hiányérzet, ez átalakulna, megváltozna. Nem szűnik meg, nem olyan módon szűnik meg, hogy azért szűnik meg, mert hogy sokat fognak találkozni, hanem ő benne is valamilyen ilyen átalakulás megy végbe, és ennek lesz a következménye az, hogy ez a veszteség érzése, ez másként éli meg, de még kérnék szépen rá valami plusz információt. És a halálra is kérnék szépen. Kijött a veszteségre a remény és a szerencse, mint az elsőnél, tehát mint a jelenlegi állapotnál, nagyon reménykedik abban, hogy valami szerencséssel alakul. A szerencse így jelentheti azt is, hogy a sors kerék fordul, tehát nagyon reménykedik ebben, hogy a sors besegít az ő kapcsolatukba, és a halálra pedig kijött a katonatiszt is, a betegség, meg a ház, tehát, hogy valami átalakul, ahogy mondtam, hogy nem a távolság szűnik meg, hanem az ő hozzáállása, az ő viszonya ehhez az egész dologhoz. És innentől kezdve például, ha ő elkezd hinni ebben, hogy látja, vagy érzékeli valamilyen módon, hogy a sorsban, a teremtőben, az égiekben, az univerzumban, kémiben hisz, elkezd hinni, hogy itt muszáj, hogy ők besegítsenek, és tudja, hogy jó irányba segítenek be, akkor ez már elég ahhoz, hogy ő neki a hozzáállása megváltozzon. És innentől kezdve ez most így egy pozitívabb kapcsolat jelleg, mint ahogy kezdtük. Bár nem túl jó még mindig, de ez már egy pozitívabb. És amikor raktam ki a lapokat, és rápillantottam megint a mécsesre, azt gondoltam, hogyha nem alszik el ez a férfi oldalon ez a mécses, akkor az azt jelenti, hogy ő benne bár nagyon nehezen éli meg ezt az egész kapcsolódást, de kitart, mint ahogy ki is jött, hogy az érzéseiben is kitartó, hiszen ott is kijött a hűség is, a ház is. Tehát, hogy ő nem tudja, hogy mi történik itt körülötte, nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel az egésszel, de kitart emellett. És látjátok, arra vár, hogy valami a sors megváltoztassa ezt az egészet, és valami szuper jó dolog történjen vele. A női fél az pedig pontosan látja, hogy mi történik, pontosan érzékeli, ő stabilnak mutatkozik a gyertya lángja alapján is. Úgyhogy ez az ikerlán kapcsolódás, ez egy ilyen stádiumban levő rész, vagy ilyen stádiumban van, azon a részen, amikor hát tényleg megmérettetés van. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, megnézed, köszönöm, ha lájkolsz, ha feliratkozol, ha még nem vagy feliratkozva, ha megírod, hogy te mit gondolsz, vagy te hogyan éled meg, vagy te mit gondolsz a kapcsolatodról. És egyébként pedig kitartást, és minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!